Nem csak a profi sportolókat, hanem az utánpótláskorú fiatalokat is a négy fal közé kényszeríti a koronavírus járvány. A Nyíregyházi Pocsik Akadémián normál esetben 40 szakember foglalkozik napi szinten 280 futballistával, jelen helyzetben viszont csak távkapcsolat segítségével tudják ellátni feladatokkal az ifjú labdarúgókat. Amikor éreztük, hogy ez lesz, akkor elkezdtünk készülni, és nagyon gyorsan megbeszéltük, hogy minden héten ugyanazokban a napokban, amikor egyébként kint kellene lennének a pályán a gyerekek, akkor egyéni edzésterveket fognak csinálni. Ezt az erőléti edzők, a kapus edzők és a labdás edzők közösen kidolgozzák. Vannak olyan területek, amit csak a kapus edző dolgoz ki, van olyan, amit csak a labdás és csak az erőléti ebből. Ezeket elküldjük mindenkinek, és különféle videóanyagokkal is készülnek, amivel segítik a munkájukat, tehát azért ők egy ilyen heti munkát végeznek, ez az egyik fele a munkájuknak. A másik fele pedig az, hogy folyamatosan kell tartani a kapcsolatot. Tehát azért elég nagy teher az, hogy nem lehet szemtől szembe állni a gyerekekkel, beszélgetni velük, de azért telefonon keresztül, akkor különféle ilyen online módszerekkel próbálnak, akkor ilyen konferenciákon keresztül találkozni, 5-6-os csoportokba beszélgetni, szülőkkel tartani a kapcsolatot, főleg a kisebbeknél, hogy hogyan viselik ezt a dolgot. Tehát valamilyen formában azért a kapcsolattartás és nagyon nagy figyelmet próbálunk fordítani, mert ilyenkor leépülhetnek kialakult jó kapcsolatok. Német Károly elmondta, az edzők és a gyerekek is nehezen viselik azt, hogy nem mehetnek ki a pályára. Most kezdjük érezni az elmúlt 4 hét után, hogy most van egy nagyon pici csökkenés a motivációba. Nem mindenkire jellemző, de úgy általában ez egy teljesen normális dolog, hiszen a legkisebbektől kezdve, tehát 7-8 éves gyerekektől kezdve 19 éves korig minden csapatnak külön ilyen egyéni edzésterveket dolgoztunk ki, különféle ügyességi feladatok, labdaérzékelések, a nagyobbaknál futó és erősítő munkákkal, illetve még olyan elméleti feladatokat is adtunk, hogy cikkeket kell olvasni, játékosokról gyűjteni különféle adatokat, videókat megnézni, ami focival kapcsolatos, erről vissza kell küldeni, hogy hogyan értékelték, és láttak benne, tehát egy picit minden oldalról próbálunk a futballal foglalkozni gyerekekkel, de az az igazság, hogy mivel ez csapatsportág, egyre nehezebb már ugye azt a közös játék élményt, amikor egy csel csinál, amikor 2-3-an passzolnak, és akkor kialakítanak egy akciót és gólt szereznek, tehát ezeket nagyon nehéz visszaadni. Itt érzünk egy nagyon pici megülést most, illetve az iskolába is, ugye mivel a távirányítással megy, meg a távoktatás megy, ezért ott is rengeteg feladat van, és ezért egy nagyon picit mi is visszavettünk, és ilyen játékosabb, ügyességi feladatokat próbálunk adni, kihívásokat próbálunk mondani nekik, hogy csinálj magadnak csúcsokat, akár dekázásból, akár ügyességi feladatokból, és erre adunk nekik példákat. Nem egyszerű, ez tény és való, úgyhogy mi is azért várjuk, hogy mikor lehet majd esetlegesen kicsit nagyobb csoportokba dolgozni.